Ez a Pápavárosi Televízió pénteki híradója. Köszöntöm Önöket! Országjáró körútja során ma délután Pápára érkezett Siffer András, az LMP társelnöke. A májusban kezdődött köztéri fogadóra elnevezésű program részeként városunkban is meghallgatta az emberek véleményét, panaszait és válaszolt feltett kérdéseikre. A Kossuth utca, Petőfi utca sarkán felállított LMP stand több érdeklődőt vonzott. Májusban tartotta első köztéri fogadóóráját az LMP társelnöke. Siffer András azóta az ország legtöbb megyéjét végiglátogatta. A mai nap után már csak Borsod, Szabolcs, Hajdú, Csongrád megye és Pest megye egy kisebb része van hátra. Az országjárásnak komoly célja van. Mi a 14-es választás előtt világossá tettük a választóinknak, hogy pontosan tudjuk, hogy van egy kötelességünk velük szemben, illetve az országgal szemben, ahhoz, hogy 2018-ban választható kormányváltó alternatívaként jelenjen meg az LMP. Nekünk van egy kőkemény üvegplafon a fejünk felett, ami a szervezeti hiányosságokról szól, arról, hogy nem vagyunk jelen valamennyi választókerületben folyamatosan kampányidőszakon kívül. A történet arról szól, hogy nekünk ezt a hiányosságot pótolni kell ahhoz, hogy az a sokaság, akinek egyszerre van már elege a Ballip táborból és a Fideszből, legyen hova fordulnia. Veszprém megyében a Káli-medence nagyobb településein, valamint Tapolcán, Zalahalápon, Veszprémben, Balatonfüreden, Ajkán és Pápán járt Siffer András. A legtöbb helyen nem csupán köztéri fogadóórákat tart, hanem aktivistákkal, helyi civil szervezetek képviselőivel és polgármesterekkel is találkozik. A legnagyobb probléma az, hogy az emberek nem látják, mitől lesz magasabb jövedelmük. Magyarországon ez mindenütt égető probléma, mondta el a társelnök, aki a pápai hús helyzetéről is beszélt híradónknak. Én azt látom, hogy ha valami nagy merénylet volt Magyarországgal szemben a rendszerváltás után, hogy módszeresen dózerolták le a feldolgozóipari kapacitásokat, miközben Magyarországnak kitörési lehetősége pont vagy többek között az élelmiszerfeldolgozásban, az élelmiszerfeldolgozóiparban lenne. Nyilvánvalóan mi ezt úgy képzeljük el, hogy a munkavállalók is kellő védelmet élvezzenek, sőt, mi szeretnénk arra is lehetőséget biztosítani, hogyha a tulajdonos nem jó gazda, és a munkások vállalják azt, hogy egy stabil pályára tudják állítani az üzemet, akkor lehet, hogy meg kell fontolni, illetve meg kell teremteni annak a lehetőséget. Ez Dél-Amerikában lehetett látni az elmúlt 10-15 évben, hogy adott esetben a munkások a munkanélküliség helyett megpróbálják egy munkás szövetkezettel átvenni az üzemnek az irányítását. Az országjáró köztéri fogadóra pápai állomása után Siffer András Veszprémbe ment egy aktivista találkozóra. Hagyományteremtő szándékkal indít ünnepváró rendezvénysorozatot a Gróf Eszterházy Károly Múzeum. A Kék Advent programjaira főként a gyermekeket, családokat várják. A helyszín a Kékfestő Múzeum lesz, ahol a 4 hétvégén színes rendezvényekkel, vásárral, teaházzal, kézműves foglalkozásokkal, meghosszabbított nyitvatartással kedveskednek a látogatóknak. Nagyon-nagyon számítunk arra, hogy jó fogadtatásban részesül az érdeklődők számára, hiszen olyan programokat találtunk ki, amelyek alapvetően a családra építenek. Így kezdte a sajtótájékoztatót dr. Nagyel István múzeum igazgató. A múzeum a város adventi kínálatát színesíti programjaival, a megszokottól eltérő nyitvatartással, hiszen a 4 hét során pénteken és szombaton 9-től 20 óráig, vasárnap pedig 15-től 20 óráig tárja ki kapuit. A teaház, a családi program és a játszóház szombatonként lesznek. 28-án adventi koszorú készítés lesz kék, kékfestős színekkel és díszekkel természetesen a múzeumra értve, és december 5-én pedig karácsonyi ablakdíszkészítés, és ekkor lesz az, hogy lesz egy családi kincskereső, úgyhogy várjuk sok szeretettel a családokat, kisgyerekkel, nagygyerekkel, akik nagyon szeretnek kincseket keresni, és ehhez elemlámpa szükséges, mert ugye a sötétbe keressük meg itt az udvaron a kincseket. A harmadik hétvége a régi ház körül elnevezésű, már korábban indított programsorozat része is egyben. Ugye az első az egy sütéssel kapcsolatos volt, most decemberben, december 12-én a Mézes Bábossal jelentkezünk, a cím már utal arra, hogy nem csak sütünk, hanem a bábozás az jelenti itt a színjátszást is, vagy a gyerekekkel való foglalkozást is. December 19-én karácsonyfadíszt készíthetnek a kézműves foglalkozás résztvevői,
illetve a gyerekek megismerkedhetnek indigó tündérrel, emellett vásár is lesz a kékfestőben az advent ideje alatt, amikor egyéb kedvezmények is várják az érdeklődőket. November 27-től december 20-áig bárki, aki betéved a múzeumba, 50%-os kedvezménnyel látogathatja a kiállításainkat. Ezen kívül minden pápai vendégünk, aki a múzeumban ebben az időszakban belépőjegyet vagy ajándéktárgyat vásárol, sorsjegyet fog kapni, amelyel értékes kékfestő ajándékcsomagot nyerhet. Vonnák Andrea elmondta, hogy lesz kékfestős naptár is, mely most készül és szerepel a vásár kínálatában. Egymást követik a neves írók, költők a Tür gimnáziumban. Két hete Bodor Ádám volt az iskola rendhagyó irodalom óra sorozatának vendége, tegnap pedig Simon Márton. Az egyik legismertebb hazai szlemmerrel két türös diák, Dabóci Orsi és Kiricsi Eszter beszélgetett versekről, iskoláról, zenéről, életről. Simon Márton most járt először a Türben, pedig ref is volt itt Pápán. Utána a Pázmányon tanult esztétika kommunikáció szakon, majd a Károli japán szakán. Első kötete a dalok a magas földszintről, a második a polaroidok. Amikor gimnazista voltam, akkor úgy tűnt, hogy költőnek lenni az egy ilyen nagyon menő dolog. És valahogy aztán úgy maradtam. Tehát szerintem azt, hogy belenevelődtem, azt nem állíthatnám magamról, de hogy így szépen lassan, amikor ezt így elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor így egyre inkább úgy éreztem, hogy nem tudom, működik, és akkor egyre jobban érdekelt, és aztán lusta voltam magamnak normális szakmát választani. Simon Mártonnal Dabóci Orsi és Kiricsi Eszter beszélgetett. Kérdezték kedvenc zenéről, kortársakról, alapművekről, költészetről, és arról is, hogy a téma hol hever. Szerintem az utcán, járkálás közben. Tehát, hogy azért is, nem tudom, nagyon sokat jegyzetelek, meg nagyon sokat agyalok és írok fejben, és szerintem ez pont azért van, mert ezek a holt idők, amikor így egyik helyről megyek a másikra, ezek így átváltoznak azzal, hogy van időm gondolkodni, és akkor gyorsan az eszembe jut, amikor azt leírom. Simon Márton az egyik legismertebb hazai szlemmer. A slam poetry egy modern, kötetlen költészeti stílus, mely élőben hat igazán. Ezt a türösök most megtapasztalhatták. Mert a vérem bika előtt rázzák, a csontom koszos lepedő, a park lent, mint a pipacs szöszöske száraz zöld. Az agyam tarbélas nyit, a szemem zászlón a lyuk, az ég fentről a föld. Az ég fentről a föld. Köszönöm. Mézet kóstoltak ma a Szent István Római Katolikus Általános Iskola alsó tagozatosai. A mézes reggeli program célja a mézfogyasztás és az egészséges táplálkozás népszerűsítése a kisiskolások körében. S hogy igazán az egészséget szolgálja a kóstoló, helyi méhész finom mézét ízlelhették a gyerekek, akik egy érdekes előadást is hallhattak a téma kapcsán. A Szent István Római Katolikus Általános Iskolában a pedagógusok az alsós diákok számára mézes délelőttöt szerveztek. Az Európai Unió szervezésében indult meg a program, hogy november 20-án a gyerekeket a mezőgazdasággal egy kicsit jobban megismertessék, és hazánkban ez a mézkóstolás napjává is vált, mivel a magyar méz híresen jó és egészséges. Méhész bemutató és mézkóstolás is szerepelt a programban. A harmadik osztályosok először meghallgatták, mit mesél Patyi Attila tapolcafői méhész a méhekről, a mézkészítésről. Szerintem mindenféleképpen érdemes velük foglalkozni, ugyanis nagyon egészséges dolgok ezek, amiket a méhek termelnek, és szerintem szükség van a gyerekeknek erre. A gyerekek örömmel kóstolták a különféle mézeket. Sprejcer Áron elmondta, hogy ő rendszeresen fogyaszt mézet. Igen, otthon mindig nyomunk a kenyérre, vagy a tál. Tudtad eddig is, hogy egészséges? Igen, apa elmondta. Patyi Attila azt is elmondta, hogy gyógyhatása csak a jól kezelt méznek van, ami természetes eredetű. Az ilyen méz viszont nagyon sok mindenre használható,
fájdalomcsillapító és köptető hatású, baktériumölő. Egész évben fogyasztani kellene. Ez így ad a szervezetnek egy jó ellenálló képességet, és hát ugye, amit mondtam is, hogy egy természetes antibiotikum tartalommal is bír a méz. A harmadikosok felpróbálhatták a méhészek öltözetét is, valamint belekukkanthattak a kaptárba. A kaptárt is szétszette, és megmutatta, hogy milyenek a mézek. A mézes délelőttön az iskola közel 200 alsósa mézes kenyeret kapott 10 óraira. A gróf Eszterházy Károly Múzeum igazgatója volt a honismereti kör novemberi összejövetelének vendége. Dr. Nagyel István egyik kutatási témája a 18. századi háborúk, így ebből az időszakból választotta előadásának anyagát. A múzeum igazgató egy kevéssé ismert pápához is kötődő katonaember, Batvai Komáromi Süye Pál életéről beszélt. Dr. Nagyel István elmondta, hogy Batvai Komáromi Süye Pál a napóleoni háborúk idején a császári királyi hadsereg tagja volt. Apai ágon református lelkész dinasztiából származott, az anyai ág kisnemesi katona család volt. Legnagyobb valószínűséggel úgy szökött el, hogy katona lehessen. Beállt a hadseregbe, a 34. gyalogezredbe, és közlegényből küzdötte föl magát őrnagyig. Batvai Komáromi Süye Pál kiváló katona volt, mondta a múzeum igazgató, vétésségével sokra vitte. Többször megsebesült, tudjuk nagyon jól, többször dicséretben részesítették, és tulajdonképpen óriási tettet hajtott végre azzal, hogy valóban közlegényként szolgált több éven keresztül, és egészen majd, hogy nem a legmagasabb törzstiszti rendfokozatig, az őrnagyi rangig jutott. Batvai Komáromi Süye Pál 1775-ben lett katona, 1807-ben vonult nyugdíjba, akkor pápán telepedett le, és aktívan részt vett a református gyülekezet életében. Városunkban hunyt el 1826-ban. A hétvégén megérkezik a tél, részletek az időjárásról most híreink után. Szombaton lehűlés veszi kezdetét, a déli-délkeleti tájak kivételével többfelé jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Csapadékos, szeles időre van kilátás. Délen-délnyugaton jelentős mennyiségű eső eshet. Késő délutántól a magasabban fekvő dunántúli tájakon havas eső, de akár havazás is előfordulhat. Vasárnap kezdetben még eső, havas eső, helyenként záporok, hózáporok tarkíthatják időjárásunkat a szeles időben. Délután már csak 4 és 8 fok közötti maximumokra van kilátás. Hétfő reggel pedig már országszerte fagyni fog, napközben is csupán 3-6 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, hírműsorunkat látták, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!